Hellóka, tudom már egy hónapja nem volt új videóm, szórika, viszont most sincs időm, de annyira még talán van, hogy egy ilyen pár perces videót így összedobjak, és arra gondoltam, hogy megint ilyen tényes marhaságot fogok gyártani, és kezdem is. Első tény, előbb fúra azt hittem, hogy a másik oldalon van a kamera, azért bámultam oda, mint egy fogyatékos. Második tény, töltöm van a telefonom, azért fogom, és már kirohad a karom. Harmadik tény. Imádok aludni. Vannak, akik az alvást időpocsékolásnak tartják, és csak akkor végzik, hogyha már nagyon kimerültek. De én még akkor is, amikor nem vagyok fáradt. Szóval ez nálam már ilyen hobbivá nőtte ki magát, és akkor is lefekszem, ha egyszerűen nincs mit csinálom, vagy unatkozom, vagy valami. Fogom magam, bedobom magam az ágyba, és így órákat átalszok, fölkelek, és folytatom a napomat. Ötödik tény, kétkezes vagyok. Ami annyit jelent, hogy jobb kézzel írok, de úgy bal kézzel csinálok minden egyéb mást, és van, hogy így rajzol rám, vagy valamikor így festés közben, vagy akár rajz közben is, tök mindegy, két kézzel dolgozom. Az úgy néz ki, hogy mind a két kezemben van ecset vagy ceruza, és egyszerre használom őket, ami elég viccesen nézhet ki egyébként, a barátnőm mindig ki is vagyok, hogy olyan vagyok, mint egy majom, de hát nekem kényelmes. Hatodik tény, hogy mindkét fülemben van fültágító, hogyha valakit esetleg érdekelne, és egyébként 16 milliseket akarok majd egyszer, de már volt egy napig kb. 16-os, szét is szakadt a picsába, szóval most mind a kettő 12 millis, és meg is mutatom őket. Remélem látszik valami, ha mindegy. Hetedik tény. Zavaromban mindig dörgölöm az orrom, mindjárt meg is mutatom, hogy csak el ne dobjam a telefonomat. Na szóval, ezt szoktam csinálni. Ez olyankor van általában, hogyha sokat beszélek, és tudom, hogy valaki néz, szóval videóban is szerintem sokszor szoktam ezt csinálni, meg zavaromban még a hajamat szoktam igazítani, csak ugye most parókában vagyok, szóval nincs mit igazítani. Szó ismétlés fajl. Nyolcadik tény. Ugye én művészeti iskolába járok, dekoratőr szakon fogok végezni, de az igazság az, hogy én sok éven át, a buszvezetőségem után, én fodrász szerettem volna lenni, és ez mostanában egy elő is jön, és én vágom magamnak a hajamat, és sok más embernek is, és igazából imádok. Szóval nekem a hajvágás, meg az ilyen festés, meg minden tököm az a szenvedélyem, de komolyan. Szóval, hogyha úgy gondolod, hogy... Igen, ez a reklám helye. Hogyha úgy gondolod, hogy szeretnél valamit a hajaddal csinálni, és közel laksz, akkor én ingyen szívesen megcsinálom. Kilences tény, hogy nagyon hülye fóbiaim vannak, mármint ezeket nem is tudom, hogy lehet-e fóbiának nevezni, de... olyan dolgoktól parázok, ami másnak tök átlagos. Szóval elmondok párat, amitől így félek, úgymond. Hát nem is félek, mert hogyha meglátom, vagy a közelébe kerülök, akkor én ott kiver a víz, meg minden bajom van. Szóval nagyon félek én a szellőzőrendszerektől, ezektől a csöves, ízés dolgoktól. Én azoktól nagyon félek. Sulinkban, az alapsorban olyan a WC fölül, na én oda nem járok WC-zni, én inkább fölmegyek az elsőre vagy a másodikra, és ott húgyozok, mert én oda be nem megyek. Egyszer bementem, és utána úgy szaladtam ki onnan, hogy úristen. Aztán ugye félek ezektől a csöves dolgoktól, nem csak a szellőzőrendszertől, hanem minden, ami ilyen cső, henger alakú, minden, én fosok tőle, de komolyan. Aztán félek a fáktól, főleg az ilyen kivágott, régi, korhat izéktől. De egyébként az erdőkben is fosok, mert tényleg félek a fáktól. Ezt tudom, hülyeség, de fosok tőlük. Aztán félek még a víztől. Nagyon. Soha nem tudtam megtanulni úszni, és ez odaig fajult, hogy most már konkrétan a víztől magától is félek. Zuhanyozni is úgy szoktam, hogy leemelem a fölőlem. Ez a magyar nyelv milyen szar? Na szóval... A zuhanyrózsát leveszem magam fölül. Esküszöm, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Ez értelmes?
Na mindegy, szóval azt a szart leveszem, hogy ne felülről jöjjön a víz rám, hanem hogy én legyek a víz fölött. Mert hogyha jön rám a víz, én úristen. Az esőtől nem félek, az más, de én ezektől nagyon fosok. És tudom, hogy állóan azt mondom, hogy fosok, és már engem idegesít. Tízes tény, hogy tudom, hogy mit tudom, én ronda vagyok, meg hogy szarul nézek ki a videóimban, meg úgy átlagban, és hogy nem a kamerából beszélek, pedig oda kéne, most próbálok. De közben nézem kell, hogy jól tartom-e még minden. És azt is tudom, hogy hülyén beszélek, nem tehetek róla, meg hogy zavarban vagyok, meg nem tudok beszélni, meg szarul artikulálok, meg ezeknek mind megvan az okuk. És hogyha jönni akarsz az kezemen, meg mindenhol pofázni, akkor ne tedd, mert egyébként kurvára leszarom, hogy mi a véleményed, mert a vélemény olyan, mint a segjuk, mindenkinek van, de senkit nem érdekel, főleg nem engem. De hogyha örömmel nézed a videóimat, mert lényegében miattad is csinálom, mármint hogyha örömmel nézed, ezt is csak azért csináltam most, hogy legyen mit nézed, mert már egy hónapja ugye nem volt, akkor köszönöm, hogy benne van a kezem, leszarom. Na szóval, akkor örülök, hogy nézed őket, köszönöm szépen, és ha tetszett, akkor tudod, mi a dolgod, és azt hiszem ennyi. Lesz majd egy állatkertes videó, mert tegnap a barátnőmmel állatkertben voltunk, szóval majd azt is felrakom, és csak mi a faszért nyomom meg mindig az est? Na mindegy, szóval lesz egy állatkertes videó, ha minden igaz, ha végre átküldeni a részleteket, majd azokat is összevágom, és akkor megnézhetek, hogy milyen fogyatékos vagyok valójában. Mondjuk szerintem így is tudjátok. Tartsatok velem a következő videóban is, és köszönöm, hogy megnézted!